Nemezeléssel készíthetünk ékszereket, kalapokat, lábbelit, takarókat, táskákat és még sok más egyebet. Csíki Emőke 18 évesen találkozott először a nemezeléssel, és 4 éve foglalkozik vele intenzíven. Ma ő mesél nekünk az ősmagyarok körében is elterjedt technikáról. Emőke épp egy sejemnemes sálon dolgozik, amelyhez a sejmet már előre megfestette, és merinói gyapjúból teszi rá a mintát, majd ezt követi a nemezelés folyamata. Gyapjú szálak átmennek a sejmen, és ott összegubancolódnak. Ugye ez a nemeznek a lényeg, ez egy nemezelődés elve. A gyapjú ebben az esetben önmagában nemezelődik, tehát nem a sejemmel, a sejmen csak átmegy, és így a kettő együtt összeáll. Egy ilyen sál lesz belőle, és ilyen, így teljesen átmegy a túloldalán látható a gyapjú. És akkor egy anyag lesz tulajdonképpen. A különböző táborok, tanfolyamok és szakképesítések mellett lehetősége volt neves személyektől is elsajátítani a nemezelés technikáit. Tanultam Vidák Istvántól és Nagy Marintól, akik igazából a nemezelést hát visszatanították, úgymond Európába, tehát nekik köszönhetjük azt, hogy megismerkedhettünk a nemezeléssel. 10 év közgazdászi munka után, felhagyva foglalkozását, most már nem csak hobbiként nemezel, ideje nagy részét kis műhelyében tölti, amelyet Manó Nemez műhelynek nevezett el. Sokkal jobban érzem magam ebben a tevékenységben, mint az üzleti világban. Sálak és különböző ruhafélik készítéséhez kimondottan az ausztrál merinói gyapjúja ajánlott, hiszen rendkívül finom szálas, puha tapintású és nem szúr, kellemes a viselése. Ezt színezni vegyi és növényi anyagokkal egyaránt lehet. Emőke mindkét változatot használja. Ez egy falra való. A növényeket... Hát miután begyűjtöm, megfőzöm, annak lesz tulajdonképpen egy leve, tehát az a festő lé, és különböző pácolással, főleg tímsóval pácolom előre a gyapjú. Utána teszem át a festő lébe, amit a növényekből nyertem, és azt is főzéssel rögzítem tulajdonképpen az anyagba, tehát hogy főzéskor megfestődik, és utána aztán használom, tehát szárítom és használom a nemezeléshez. Nagyon-nagyon sok gyógynövény tulajdonképpen fest is, és ezért hát sok mindent fel tudunk használni a környezetünkből, és én ezt szeretem nagyon, hogy a természet tulajdonképpen adja ezeket a gyönyörű szép színeket, és olyan csodálatos, hogy a növényi festéssel megfestett gyapjú, bármivel festem meg, mindennel találtam. Valahogy úgy a természet úgy alkotta, hogy teljesen harmonikus minden szín. Ahhoz, hogy a gyapjú finom, puha legyen, át kell fésülni egy kártológéppel, de ez az eszköz színkeverésre is tökéletesen alkalmas. Emőke főleg használati tárgyakat készít, táskákat, papucsokat, sálakat, drapériát, fali nemezeket, ékszereket. Ez egy érdekes technika, ezek párban készülnek. Ez a pozitív-negatív, tehát az egyikből, amit kivágok, egy ilyen színes lapot készítettem ehhez, és a mintát, amit kivágtam, azt áttettem egy másik fehér háttérre, és akkor így egyszerre két nemez készül el, és hát ezek testvérek. De jó. Párok. Hogy én is kipróbáljam a nemezelést, egy kis virágot készítettünk el Emőkével, mindehhez csupán gyapjúra, szappanra és meleg vízre volt szükség. A virágnak a szirmaihoz a kis csikocskákat tesszük le. Én nagyon vékonyra, ez merinói gyapjú, ez a szalaggyapjú, és ilyen kis tincseket teszünk egymásra. Hát ez egy ilyen
Jó türelemjáték, de olyan jól lecsendesíti az embert. Miután több réteg gyapjú csíkot egymásra helyeztünk, lenyomkodjuk és bevizezzük. A szappan azért kell, mert a lúgos közegben a gyapjúszálak, mivel olyanok, mint a haj, kinyílnak a részecskék és jobban egymásba tudnak kapaszkodni. Pici ilyen függönnyel vagy fóliával le lehet takarni azért, mert hanem ez a merinói gyapjú nagyon könnyen a kezünkhöz ragad. És lenyomkodom, és elkezdem simogatni. Ez fontos, hogy így körkörösen ezt jól csinálom. Ezt most felvehetjük, megpróbáljuk felvenni. Azt hittem nehezebben fog feljönni. Igen. És akkor már így ennyire összeállt. Ezt most így a kezem között is tudom simogatni. Majd összegyűrtük, ezt már erősebben a két kéz között lehet művelni, majd megformáltuk a virágocskát. Minél vékonyabb a nemez, annál könnyebben összeáll. Ezután kimossuk belőle a szappant és megszárítjuk. Ahogyan szárad, abban a formában fog megmaradni. Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.